Bútorokkal, építőanyagokkal teli régi, lerobbant helyiségek. Ez fogadja jelenleg a látogatót a Bátaszéki Németházban. Az egykor szebb napokat látott épület korszerűsítése már elkezdődött. A tervek megvannak, a források egy része is megérkezett. Mi pályáztunk a Németországi Belügyminisztériumhoz, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatán keresztül egy regionális találkozási pont elnyerésére. Ezt a pályázatot megnyertük. Ebből a forrásból többek között egy német nemzetiségű könyvtárat alakítanak ki. Egy hon- és népismereti tálatot is berendeznének az épületben. A felújítást több ütemben fogják megvalósítani, mondta el Kardos Gábor. Az első ütemben kicserélik a nyílászárókat, a padlót, később a belső vakolás, az elektromos hálózat, fűtés korszerűsítése történik meg, majd a vizes blokk kialakítása következik, de egy klubhelységet is létrehoznának. Ez a terem alkalmas lehet arra is, hogy itt konferenciákat, továbbképzéseket szervezzünk, nemzetiségi vonalon természetesen. Egy próbateremre nagyon nagy szüksége van a tánccsoportunknak, ahova bármikor jöhetnek próbálni, hiszen a művelődési ház az szeretettel fogad mindig bennünket, de hatalmas a leterheltsége, ugye békeidőkről beszélünk, és szeretnénk, hogy ne kelljen próbáknak elmaradnia, hanem bármikor jöhessen a tánccsoportunk próbálni. Egy fitnessterem is helyet kap az intézmény hátsó részén. A kertben egy trambulin, játszósarok várja majd a gyerekeket, és egy szabadtéri főzőhely pedig a felnőttek szórakozását szolgálja majd. A régió német nemzetiségi oktatási intézményeit is szívesen fogadják majd ezen a találkozási ponton, de a nyári tánctábor, hon- és népismereti tábor helyszíne is lehet majd az épület. Bátaszéken van egy német nemzetiségi tanösvény, tavaly előtt májusában adtuk ezt át. A tanösvényre a pandémiát megelőzőleg nagyon sok látogató volt az ország minden részéről, nagy autóbuszokkal érkeznek. Én úgy gondolom, hogy van egy csodaszép tájházunk Bátaszéken, van a tanösvényünk, és lesz ez a német ház, felújított német ház. Azt gondolom érdemes lesz mindenképpen Bátaszékre látogatni. Többfajta forrást használnak fel a mintegy 500 négyzetméteres épület felújításához. A kezdéshez a kezdeti löket, hogy úgy mondjam, a várostól érkezett, aki adományozta az épületet, tehát most arra a Német Nemzetiségi Önkormányzata tulajdonosa az épületnek. Nyilván a Német Önkormányzat és a Német Egyesület is saját erejéből is próbál ehhez hozzátenni, de a Németországi Belügyminisztérium támogatása is nagyon-nagyon fontos volt, aki a berendezéssel, eszközökkel látott el bennünket, és talán a napok, a mai napok egyik legjobb híre és a legnagyobb öröme számunkra, hogy a Magyarország kormánya, miniszterelnökség támogatni kívánta a beruházásunkat. Zsoltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár úr megismerte az elképzeléseinket, és támogatni kívánta. Első ütemben most mintegy 20 millió forinttal. A német ház felújítása tehát közelőve zajlik.